ilyen nagy, széles spektrumú nemzeti, gazdasági és társadalmi tanácsot hoznak létre, nem is teljesen pontosan definiálható tagokkal, az még nem is lenne önmagában rossz, mert tényleg legyen egy ilyen nagy gazdasági és társadalmi egyeztető fórum. Kicsit leegyszerűsítőnek tűnik, hogy mindennek a gazdaság az alapja, tehát a gazdaság képviselőit, meg a társadalom úgymond megtestesítőit ültessük oda egy tanácsba. Ez egy kicsit erőltetett, mert erről szól maga a parlament. Tehát itt ülnek a társadalomnak a gazdasági és társadalmi érdekeit megjelenítő képviselők. Tehát, hogyha nagyon belemennénk, akkor itt egy tanácsnak, nemzeti tanácsnak nevezett kis parlamentet akarnak létrehozni. A spektruma, az összetétele, a működése nagyon sok átfedést mutat a magyar parlament működésével, és ami viszont elárulja a valódi szándékot, hogy a kormány ebbe csak meghívott. Tehát ahogy korábban az országos érdekegyeztető tanács az egy tripartid rendszer volt, a munkaadók, a munkavállalók és a kormány hasonló a gazdasági, tehát a többi országos hatáskörű egyeztető fórum, ezeket most megszünteti. Tehát marad a szalámizás, ágazati fórumok maradnak, ott szépen le lehet szalámizni, ki lehet játszani egymás ellen a tagokat. Most kell megnézni, hogy képviselőtársam megérkezett-e, még nem. Akkor folytatom a kisebbségi vélemény ismertetését, és létrehozni egy nagyon nehezen működő nemzeti tanácsot, majdnem olyan, mint a Székely Nemzeti Tanács, ami ugye előbb volt, mint a magyar, mert a székely az hamarabb volt, mint a magyar, úgyhogy van bizonyos analógia és minta, amit át lehet venni. Tehát ez demokrácia deficithez fog vezetni az eddigiekhez képest. Ezt a gazdasági bizottságban is elmondtuk, nem akar foglalkozni a kormány az érdekegyeztetéssel, úgy gondolkodik, hogy ő megmondja, hogy kinek mi az érdeke, és az a legfőbb érdek, amit a forradalmi kétharmad vezére megfogalmaz magának a nemzeti egyetértés, szeretet, barátság jegyébe, a többi meg beszéljen a tanácsban. Na fog is, mert ennek a tanácsnak az összetétele aztán olyan lesz, hogy itt a képviselet az annyira széleskörű, hogy lehet, hogy nem is biztos, hogy egy nyelvet fognak beszélni. Na nem, mindenki magyarul fog beszélni, csak az egyik, az egy szó alatt valamit ért, a másik meg lehet, hogy valami egészen mást fog érteni alatta. Tehát ez a új konglomerátum, ami Nemzeti Tanács névre hallgat, lehet, hogy külön-külön működőképes lenne, hogyha lenne egy Nemzeti Gazdasági Egyeztető Tanács, meg lenne külön egy Nemzeti Társadalmi Tanács, akkor még talán elképzelhető, hogy bizonyos szakmai működés kialakulhatna. Így együtt, amikor mondjuk érdekegyeztetési problémákat a gazdasági oldal szeretne napirendre tűzni, akkor erre remek lehetőség, hogy az úgymond társadalmi oldal, tudomány oldala ezt szépen szétbeszélje, és aztán, ahogy a parlamenti vizsgáló bizottságokba semmiféle összefüggő döntés ne szülessen, tehát nem támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő, most megadom a szót Szedlák Attila képviselő úrnak, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A bizottság 2011. június 14-i ülésén megtárgyalta a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló TPR 3359-es számú törvényjavaslatot. A többség
egyetértett a kormánnyal abban, hogy a társadalmi párbeszéd megújítására szükség van, és azt a jelenleginél hatékonyabb keretek között kell azt működtetni. Ennek megfelelően a társadalmi egyeztetés központi fórumait is meg kell újítani. Támogatandó, hogy a javaslat a létrejövő testületben az egyeztetésben résztvevők körét a munkavállaló és a munkáltatói érdekképviseleteken túl a gazdasági kamerák, a civil társadalom és a tudományos élet, valamint a történelmi egyházak képviselője is kiegészíti. A jogosultságok tisztázása érdekében a létrehozandó testület konzultatív, véleményező és javaslattervő szerepkört kap majd. Fontos kiemelni, hogy a javaslat a közféra érdekegyeztető fórumait, valamint az ágazati középszintű egyeztetési fórumokat nem érinti. Mindezek ismeretében a Foglalkoztatási Bizottság a javaslat általános vitára bocsátását 12 igen, 6 nemmel támogatásra és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, képviselő úr! A Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság kisebbségi véleményét Gúrn Ándor képviselő úr ismerteti. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Mint ahogy elhangzott, a bizottság ülésén kisebbségi vélemény is megfogalmazódott, nem véletlenszerűen, hiszen mi azt mondtuk, azt hangsúlyoztuk, hogy főleg és a elmúlt egy esztendő hátunk mögött levő időszakát figyelembe véve, amikor is, hát nyugodtan mondhatjuk, dinamizált formában lett volna szükség az érdekegyeztetés működtetésére, a párbeszéd intenzifikálására, ehelyett azt lenullázták, ehelyett azt nem működtették. Ennek a folytatását most alapozzák meg, gyakorlatilag itt egyletet hívnak életre. Nem akarom bántani és sérteni a majdani nemzeti gazdasági társadalmi tanácsban résztvevőket, nem is nekik szól a megjegyzésem, hanem egyszerűen annak a keretfeltételnek, és ezt a bizottság ülései keretei között is hangsúlyoztuk, amelybe belekésztetik, kényszerítik őket. Ez a új párbeszéd fórum létrejötte, ez gyakorlatilag a párbeszéd hiányával alapozódott meg, vagy a párbeszéd nélkül született. Sem a munkaadókkal, sem a munkavállalókkal, nem az én, hanem az ő elmondásuk alapján nem történt a tekintetben egyeztetés. Az nem egyeztetés, hogy valakit megszólítok, hogy így döntöttem, és ez lesz. Az egyeztetés az, amikor egy asztal körül ülnek a felek és társalognak a dologról. Hogyan és miképpen látják. Az átszervezés hatékonyságának a növeléséről beszélnek, akkor és amikor látható módon a kormány kivonul a folyamatokból. Eddig ebben a tripartit rendszerű együttműködésben, ami a munkaadók, munkavállalók és a kormány között történt, fajsúlyos kérdésekben, minimálbér, bérminimum, szakmunkás bérminimum, egyéb más ügyek tekintetében úgy születtek a döntések, hogy a munkavállalók a munkaadókkal, a munkaadók a munkavállalókkal megegyeztek, és a kormány ezzel egyesség alapján hitelesítette a dolgokat egy közös tripartit elv alapú együttműködés rendszerében. Most a kormány kivonul a szándékok szerint, gyakorlatilag centralizál, döntéscentralizálást hajt végre, mert hogy ezek a felek egymás között beszélgethetnek, sok mindent tehetnek, és a kormány majd, ha megegyeznek, ha nem egyeznek, dönt, ahogy akar. Nem az Országos Érdekegyeztető Tanács, hanem a teljes magyar érdekegyeztetés színpadán lévő tripartit rendszernek a szétzúzásáról szól ez a törvénytervezet. Példaként mondom a munkaerőpiaci alapot felügyelő testületet is, amely a munkaadói és a munkavállalói befizetésekből származó alap pénzügyi felhasználásáról döntött. Hát persze most már, hogy majd széthordják a munkaerőpiaci alapot, a MAT felügyeleti jogosítványai szükségtelenné is válnak ilyeténképpen. A munkaadók majd persze ugyanúgy és a munkavállalók befizethetnek, csak a befizetett pénzeik utáni jogbiztonságon alapuló
juttatásokhoz nem juthatnak majd hozzá, mert azt másik törvény keretei között fogják elvenni tőlük. Ilyen értelemben nyilván ilyen testületekre semmi szükség. De megcsinálják ezt helyben is, regionális, megyei szinteken is, példaként a munkai tanácsokkal, amelyet még nem is e törvény keretei között, hanem egy másik törvény keretei között, az egyes munkahogyi tárgyú törvények keretei között hoznak be, és ott szüntetik meg. Azt szeretném tehát mondani, amit a bizottságülés keretei között is mondtunk, hogy ez nem más, mint az érdekegyeztetés rendszerének a lenullázása, a szétzúzása. Ha igazából nemzeti együttműködést akarnának, ha érdeket akarnának egyeztetni, akkor komolyan vennék azokat a javaslatokat, amik arról szólnak, hogyha egy ilyen nemzeti gazdasági társadalmi testületet, tanácsot kívánnak életre hívni, akkor ettől elkülönülten egy üzleti gazdasági tanácsnak is kellene működni, nem ad hoc jelleggel, hanem rendszeresen. Ezt módosítóba is belefoglaltuk. Köszönöm megtisztelő figyelmét, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót. Elsőnek Román István képviselő úrnak adok lehetőséget rendes felszólalásra a Fidesz képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés. A kormány néhány nappal ezelőtt benyújtotta a Magyar Országgyűlésnek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló TPER 3359. számú törvényjavaslatát. A tervezet javaslatot tesz a gazdaságpolitikai és társadalmi egyeztetések megújítására. Amint az elhangzott az államtitkári expozéban is, a jelenleg párhuzamosan működő országos érdekegyeztető tanács, gazdasági és szociális tanács, valamint gazdasági érdekegyeztető fórum helyett kívánja a kormány létrehozni az új egyeztető testületet. Megkívánja szüntetni az átfedéseket, a korábbiakkal ellentétben egyértelmű törvényi kereteket kíván teremteni az egyeztetési folyamatoknak. Nem utolsó sorban, egy nyakig eladósított országban figyelemmel kíván lenni a költséghatékonyságra is. Tisztelt Országgyűlés! Egy-egy újszerű törvényi kezdeményezés nyilvánvalóan arra indítja a közélet szereplőit, hogy körüljárjuk a tervezett változásokat. A magam részéről az általános vitába bekapcsolódva, elkövetkezendő hozzászólásomban a törvénytervezet betűjében rejlő szándékokat és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tervezett működését illetően néhány olyan alapvetést szeretnék megfogalmazni, ami a véleményem szerint közelebb visz a tisztánlátáshoz és a megújító szándékokat is pontosabban körülrajzolja. Egyes számú alapvetés. A törvénytervezet lehetőséget nyújt a korábbiaknál szélesebb konzultációra. Mint ez a törvénytervezetből is kitűnik, a korábbiakhoz képest bővülő létszámmal fog működni az új egyeztetési fórum, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. A korábban az OJED-ban működő 6 szakszervezeti tömörülés és 9 munkadói érdekképviselet mellett újabb szereplők jelennek meg az új tanácsban. Külön üdvözlendőnek tartom a gazdasági kamarák megjelenését, ugyanis ezáltal a hazai gazdasági élet szereplői még jobban a részeseivé válhatnak az egyeztetési folyamatoknak. Így talán a vállalkozások irányába megfogalmazott ajánlások megvalósulása is sikeresebb lehet, az OJED-ben ez nem mindig sikerült. Ugyancsak üdvözlendő, hogy a tudományos élet szereplői is meghívást kapnak, például a Magyar Tudományos Akadémia, ez további megerősítését jelentheti az itt született ajánlások, vélemények megalapozottságának. A nagy országos civil szervezetek, amelyek az előterjesztés szerint például az egészségügyben, a szociális szférában, a közösség élet különböző területein, a környezetvédelem, az oktatás területén tevékenykednek, szintén gazdagíthatják a megjelenő véleményeket, csak úgy, mint az egyébként jelentős foglalkoztatóként is működő egyházak. A testület nagyobb létszáma ugyanakkor felvetheti azt a félelmet, hogy a létszám bővülése a vélemények kiszélesedése mellett az operatív működés kárára válhat. Ezt a kérdéskört sem szabad megkerülnünk. Ha megnézzük az európai példákat, akkor azt láthatjuk, hogy ennél nagyobb létszámmal is működnek, ráadásul jól és hatékonyan működnek hasonló egyeztető testületek. Ezt a félelmet a magam részéről tehát kevéssé osztom. Fontosnak tartom itt újra megerősíteni, hogy az előbbiekben említett létszámbűvülés azt fogja eredményezni, hogy a gazdaságpolitika és a társadalmi folyamatokra, gazdaságpolitikai és társadalmi folyamatokra a korábbinál szélesebb rálátás nyílik, szélesebb lehet a konzultáció. Ez azért is bír rendkívüli fontossággal, mivel a feladatok között szerepel a kormányzatokon átívelő nemzetstratégiai kérdésekben való állásfoglalások meghozatala,
a gazdasági kérdések és a hozzájuk kapcsolódó szociális modellek kidolgozása, megvalósításuk előmozdítása. Második alapvetés. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megalakítása nem jelenti az érdekegyeztetés szétverését. Ugyanis a Magyarországon működő érdekegyeztetési rendszerek, rendkívül sokszínűek, tagoltak és többszintűek. A tárgyalt törvénytervezet nem érinti a közféle egyeztetési mechanizmusait, sem pedig az ágazati, szektoriális jellegű egyeztetéseket. Szintén nem tartalmazza a helyi, például üzemi érdekegyeztetés újjászervezését. Ugyanakkor fontos változás benne, hogy a korábbi években kialakult háromoldalú egyeztetési rendszer helyett egy új típusú egyeztetés lép életbe. Ez egyébként nem idegen az európai gyakorlattól, sőt a kétoldalú egyeztetések sorolhatók inkább a tipikusnak mondhatók körébe. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak több kérdésben is állást kell foglalnia, nyilvánvalóan a kormány több kérdésben ki is fogja kérni az állásfoglalásukat. A tanács számára természetesen biztosította lehetőség arra, hogy maga is kezdeményezésekkel forduljon a végrehajtói hatalom irányába, és javaslatokat tegyen. A tervezet szerint kellő autonómia fog a rendelkezésükre állni, hogy megszervezzék saját munkájukat, kialakítsák saját működési rendjüket. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Nyilvánvalóan beszélni szükséges a minimálbér meghatározásáról is. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács véleményét nyilvánvalóan meg kell hallgatni ebben a kérdésben, az érintetteknek egyességre kell jutniuk, mint egyébként korábban, de a döntést és annak a felelősségét a kormányzat felkívánja vállalni. Közhatalmi funkciója egyébként eddig sem létezett a három egyeztető fórumnak, tehát sem az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, sem a Gazdasági Érdekegyeztető Fórumnak, sem pedig a Gazdasági és Szociális Tanácsnak. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a korábbi években nem is olyan régen, 2008-ban volt arra kezdeményezés, hogy az OJ-t közhatalmi jogosítványokat kapjon, de egy alkotmánybírósági határozat ezt megakadályozta. Idézet a határozatból. Az OJ-t és a szakszervezeti szövetségek még kellő demokratikus legitimáció mellett sem hatalmazhatók fel törvénnyel a jogalkotásban való egyetértési jog útján történő részvételre, azaz jogalkotásra. 124/2008-as számú AB határozat. Tisztelt Országgyűlés! Harmadik számú alapvetés. A törvényjavaslat megfelel az európai gyakorlatnak. Korábbiakban tettem említést arról, hogy a tervezet megfelel az Európai Unió előírásainak és ajánlásainak. Az alapvető elvárás a szociális párbeszéd fenntartása az érintett szereplőkkel. Ennek a törvényjavaslat megfelel. Hogy ezt milyen formában, milyen szervezeti háttérrel, jogosítványokkal, hány oldal meghatározásával tartozik, az már az adott ország nemzeti belügyének tekinthető. Éppen ezért nincsen olyan jogszabályi kötelezettség sem, amit kötelezően teljesíteni kellene. Fontos azonban a párbeszéd elősegítése, ennek a törvénytervezet szintén megfelel. Tisztelt ház! Összegzésképpen. A korábbi három helyett egy konzultatív testület lesz, szélesebb alapokon fog nyugodni a működése, ami elősegíti az együttműködést, az együttgondolkodást a gazdasági-társadalmi élet szereplőitől. Bízunk benne, hogy képes lesz hatékonyan hozzájárulni a kormányzati döntés előkészítéshez is. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszólaló Gúr Nándor képviselő úr az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, a jóléti államnak vége, ugye ezt a mondatot ismerik, vagy ezeket a gondolatokat ismerik. A jóléti államnak vége, nem kell érdekegyeztetés sem, mi a fenének. Nem kell, hogy a munkaadók, a munkavállalókkal, bárki bárkivel, bármiről is egyeztessen. Mert hát végül is akkor abban a helyzetben, amikor Magyarország háborúban áll, a munkanélküliséggel, az államadósággal, akkor minek érdekegyeztetni? Persze ebben a háborúban állásban azért mindig rá akarják égetni kormánypárti képviselőtársaim, az elmúlt 8 esztendő kormányzására az államadóság növekedését. Szeretném, hogyha egyszer majd önök is úgy alaposan végig tallóznák, és megnéznék, hogy mondjuk mit jelentett, mit is okozott az a lakáshitelezési folyamat, amelyet még a Fidesz elindított 1998-2002 közötti időszakban. Hogyan és miképpen járult ez hozzá az államadóság hiányának a növekedéséhez. Szeretném, ha egyszer végig gondolnák azt is, hogy mondjuk az a
magánnyugdíj pénztári megtakarítások elkobzása, amely közel 3000 milliárd forintos nagyságrendet tett ki, amely tudva levőleg nyilván ennek a mértéknek, az államadósság növekedésének a kialakulásához hozzájárult, hiszen ki kellett váltani az itt megjelenő források befizetését a későbbi biztonság megalapozása érdekében. Az a 30%-os növekmény, amivel szemben háborúba állnak, csak ha ezt a két tételt, csak ezt a kettőt szemügyre vesszük, akkor nagyjából a felét teszi ki. És akkor még nem beszéltem arról, ami a pénzügyi gazdasági válság időszakában felvételre került forrásokból megmaradt, a bankok keretei között fellelhető volt a kormány átadásakor, nagyjából egy ilyen 4% a 30-on belül, akkor már lassan 20-nál tartunk. Igen, szóval a háborúban állás az gyakorlatilag olyan dolgokkal szemben történik, amely tekintetében a jelen kormánynak, az egyéves munkásságának az eredménye, meg még a 98-2002 közötti időszaka is kihat, amelyre kihat. Na most, ha nem akarok ebben még mélyebb elemzéseket tenni, de tehetünk. Na most, ha nem ebbe az irányba megyek, hanem abba az irányba, hogy ha és amennyiben háborúban állunk, a munkanélküliséggel és az államadósággal, akkor jó lenne az ígéreteket, az 1 millió új munkahelyet, meg sok minden egyéb más teljesíteni. Jó lenne minél több érdekű felet bevonni annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Jó lenne nem kirekeszteni, hanem együttműködni ezekben az ügyekben. Tudják, 2008 tavaszán, ez még a válság őszi időszaka, 2008 őszi időszaka előtti tavasz, akkor az első negyed esztendőben több mint 110 ezer emberrel több ember dolgozott ebben az országban, mint amennyi 2011 tavaszán első 3 hónapjában. 1 millió új munkahely? Nem 1 millió új munkahely, képviselőtársaim, hanem 110 ezerre kevesebb. A munkanélkülieknek a száma ebben az időszakban, ebben az esztendőben, és amióta kormányoznak, tragikusan nőtt. Tragikusan, igen, a KSH, azt érdemes búvárkodni. 100 000-es nagyságrendű a növekménye a munkanélkülieknek, csak azért, hogy tiszta és világos legyen. Szinte soha nem látott mértékű az elmúlt 20 esztendőt érintően. 1993 volt az az év, amikor még hasonló nagyságrendű volt, csak azért, hogy tiszta és világos legyen a történet. Na most, ha ilyen a helyzet, már pedig ilyen, akkor én azt gondolom, hogy érdemes minél szélesebb körben egyeztetni, de a kör szélességét addig érdemes kiterjeszteni, míg olyan típusú partnerekkel lehet egyeztetni, akiknek ezen dolgok tekintetében van befolyása. A munkaadókat és a munkavállalókat is, az őket képviselő érdekképviseleti szervezeteket mindenképpen ilyennek tartom. Hát nem véletlenszerű, hogy az OJT keretei között ők voltak jelen a kormánnyal együtt. Akkor, amikor hallgattam még az előbbi napirendi pontnál Szatmári Kristóf államtitkár urat, és ő beszélt a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadóról, annak a jóságáról, beszélt a gyermekvállaláshoz kapcsolódó támogatási rendszerek jóságáról, akkor felsejlett bennem az, hogy államtitkár úr komolyan gondolja azt, amit mond, vagy átgondolta azt, amit mond. Egyszerűen azért, mert tudják, abból a 3,8 millió emberből, aki a munkaerőpiacon nagyjából jelen van, pulzál a rendszer nyilván, abból 3,5 millió embert hátrányosan érintett az az intézkedés, amit fogalmatosított ez a kormány az elmúlt esztendőben. De a gyermekvállalás tekintetében és a gyermeknevelés tekintetében is a tehetősek jutottak ahhoz, hogy az adó jóváírás tekintetében gyermekenként 33 ezer forint nettó összeghez hozzá tudnak jutni havonta. Tehát mondjuk egy jól kereső kormánytisztviselő, akinek van 3-4-5 gyermeke, az hozzá tud jutni ezekhez a forrásokhoz,
De az a szallag mellett dolgozó, mondjuk 80-90-100 ezer forintot kereső ember, akinek szintén van 3-4-5 gyermek, és tisztességgel nevelni akarja őket, az nem tud, mert negatív adójóváírás nincs. Hát persze, hogy nincs szükség arra, hogy bárkivel is egyeztessünk. Persze, hogy nincs szükség arra, hogy a munkaadók vagy a munkavállalók képviseletében megjelenő szervezetekkel egyeztessünk. Hát akkor nem lehet ilyen nonsens alapú törvényeket szülni. És miközben ez történik, aközben beszélünk a nemzeti együttműködésről. Aközben arról szólunk, hogy mindenkivel és mindent egyeztetünk, és a valóság meg az, hogy csak és azokkal nem egyeztetünk semmit, akikről szólnak a különféle beterjesztett törvények. Nem, hogy ővelük, személy szerint kisebb csoportok képviseletében megjelenő szervezetekkel, nem. A nagyobb, generálisnak tekinthető érdekképviseleti szint, országos érdekképviseleti szinten megjelenő szervezetekkel sem. Vissza lehet keresni, az OÉT-nek hány olyan fóruma volt az elmúlt egy esztendőben, ahol ezekről a kérdésekről egyeztetésekre kerülhetett sor. És hát persze közben zajlott az élet, rengeteg áthárítással kellett szembenéznünk és szembe találkoznunk, és újabb megszorítások sokaságával. Van, aki szél, van, aki Orbán csomagnak nevezi ezt. Hát én azt mondom, hogy ha egy kormány kormányoz és intézkedéseket foganatosít, akkor nem kell kitalálni hozzá mellékszereplőket. Igen, ez az Orbán kormány megszorításainak a csomagja, amelyeket természetszerűen nem kívánta sem a munkaadói, sem a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetni. De a legnagyobb probléma ott van, hogy nem csak és az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, hanem, mint már az előbb említettem, más olyan szerveződéseket is, amelyek mögött pénzügyi mozgások vannak, befizetések, munkaadói és munkavállalói befizetések, amelyek jogalapot teremtenek arra, hogy mondjuk egy későbbi szerencsétlen helyzetbe került ember biztosítási jogviszonya az ne legyen kérdéses. Ennek a megtárgyalása, a konstrukció kialakítása az egyesség alapon történjen. Hát ez is kérdőjelessé válik, mert ezeket a típusú szervezeteket is megszüntetik. Így persze a befolyó pénzek áramlásáról könnyen dönthet majd a kormány, hogyan és miképpen kívánja azokat felhasználni. Nem biztos, hogy arra a célra, amely tekintetében ezek a befizetések megalapozódtak. Csak a példakedvéért mondom, 2010-ben a munkaadók és a munkavállalók járulékként a foglalkoztatás utáni 1,5%-2%-os járulékként 180 milliárd forintot meghaladó befizetést tettek, és az ellátások, a szerencsétlen helyzetbe került munkahelyüket elvesztő emberek ellátására való pénzügyi ráfordítás az meg 130-135 milliárd forint között volt. 50 milliárd már így is eltűnt ebből a befizetett pénzeszközből más irányba került felhasználásra, ami megítélésem szerint nem jó, mert pontosan azt kellett volna, hogy megalapozza, hogy egyrészt az ellátás biztonságát, másrészt a munkaerőpiacra való visszakerülés lehetőségének az intenzifikálását teremtse meg. Hát akkor, hogyha még azokat a érdekképviseleti szerveződéseket is likvidálják, lenullázzák, amelyek ebben némileg befolyást gyakorolhattak volna, akkor nyilván belátható, hogy milyen irányba haladhat ez a történet. A kormány kivonul ebből a folyamatrendszerből. Eddig a hárompólusú tripartit elvű rendszerben megszülethettek a közös döntések, munkaadók, munkavállalók megegyezhettek, és a kormány legitimizálta a történetet, aszerint döntött. Most ők egymás között beszélgethetnek, konzultálhatnak, javaslatokat tehetnek egymásnak, nyomon követhetnek dolgokat, megvitathatnak bizonyos ügyeket, a megtárgyalás szintjéig eljuthatnak, és ennyi. És ezt nem csak a munkaadók, a munkavállalók akarőtve, hanem a civilekkel kiegészülve, a tudomány szerepvállalóival, a kamarákkal, mint köztestülettel, vagy és éppen az egyházak képviselőivel együtt. Ugye el lehet gondolni, el lehet képzelni, hogy a
munkavilágát érintő alapvető kérdések tekintetében egy ilyen szélesített közegen belül hogyan és miképpen lehet célirányos érzelmi tevékenységet folytatni. Nyilván nem is ez a cél, hiszen kormányrendeletek keretei között kialakítanak olyan helyzetet, ahol majd a kormány dönt alapvetésekről. Milyen alapvetésekről? Mondok néhány példát. Ugye eddig az volt a jellemző, hogy akár a minimálbér tekintetében, akár a szakmunkás